Jaj, bazd meg! A kurva anyád! Hello, sziasztok! Aszfel vagyok, és üdvözöllek titeket a Subnautica című játékban. Na, ez a játék arról szól igazság szerint, ez is egy túlélő játék, mint a Forest, csak ez egy víz alatti túlélő játék igazság szerint. A sztori annyi, hogy a Aurora bányászhajó balesetet szenved és lezuhad ezen a bolygón, amit hát több mint 99%-ban víz borít. És az a célunk, hogy túléljük. Ugye használnunk kell a környezetünket, bázist építeni, stb. Na meg hát igen, a fejlesztő csapatnak hála van magyar nyelvű elérhetősége is a játéknak, folyamatosan lehet beküldeni a fordításokat. Van egy fórumuk, azt lehet, hogy majd el is linkelem, hogyha érdekel valakit, hogy segítsenek még jobban lefordítani magyarra a játékot. Na kezdjünk is neki, akkor egy túlélő show lesz. Egyébként brilliáns, gyönyörűen néz ki a játék, majd látni is fogjátok, egyszerűen mesés. És folyamatosan jönnek hozzá az update-ek, szóval egyre több és több minden lesz benne elérhető. Én amikor megláttam először, így gondoltam, hogy hát víz alatt, túlélő, hát nem tudom. Aztán belenéztem a játékba, mondom, hát ez baszott jó. Azóta nekem örök szerelmem ez a játék, úgyhogy. Ebből lehet is találgatni, hogy igen, tudok egy és más róla, szóval nem leszek elveszve. Valami jó horror játékon gondolkodok, gyerekek, hogyha van valakinek valami ötlete, akkor esetleg komment szekcióban a videó alatt meg lehet tenni a javaslatokat, szívesen várom őket. Na végre! Nyomj egy gombot a kocs! Hihi! Még emlékszem, mikor először belerakták a játékba ezt a bevezető videót. Ez valami eszméletlen. Igen, ott láthatjátok, hogy robban az Aurora. Mi pedig a kis mentőkabinunkban próbálunk heliszkolni. Hoppá, szétesik a cucc! Repül a fintesú! Puff! Igen, le lettünk ütve, mint a büdös szar. Hát de tűz van, gyerekek, mi az ördög? Na. Engedjeltek, Ané, fasz! Na, a jó öreg orosz módszer. Bassz oda neki egyet, hogyha nem működik, aztán biztos jó lesz. Na, azt mondja, hogy... Olcsuk is el a tüzet gyorsan, mert nem lesz jó. Hú! Kicsit forró volt a helyzet, gyerekek. Szívünk tűzbe borult. Mint a Hammerfallnak van az a száma, Hearts on Fire. Great job, not dying. Okay. Szép munka, hogy túléltem. Megdicsért a gép, hogy nem haltam meg. Tökéletes. Na, itt az inventory. Okay, kösz. Aha, felrajzok. Na, még nincsen sok mindenünk, úgyhogy... Hamar gyorsan össze kell szedni magunkat. Első, amire igazság szerint szükségem lesz egy másik, egy oxigén tank. Meg kaja. Ezt egyelőre elraknám. Na. 100%-ra fel vagyunk tápolódva. Essünk is neki. Ó, sziasztok. Geszopod. Ezek, igen, ezek ilyen húgygolyókat lőnek, baszod. Á, mi a franc ez a lap, te jó ég. Igen, kicsit instabil a játék, ugyebár, mert még igazság szerint alfa státuszban van. De mint mondtam, folyamatosan jönnek ki hozzá az update-ek. Na, mi van már? Úristen! Jézus szíve! Olyan lag spárgyaim vannak, hogy beszaladtok. De nem vágom, hogy miért. Pedig aztán a gépen bírja. No. Na. Szedd össze magad. Titánium. Igen, ez egy létfontosságú elem lesz a játékban. Ez szinte mindenhez kell.
Oké, elsősorban kell nekem egy túlélőkés, egy szkenner, meg egy oxigéntartály, ahhoz kell két üveg. Meg ha már ott vagyok, szedek össze ilyen szőlőfürtöt. Hol a kvarc, gyerekek? Kvarcra lesz szükségünk. Két kvarcból lesz egy üveg. Kell... Na! Hello! Szedd össze magad! Hopp, kopper, az jó. Kopper. Jön már ríz! Jézusom! Ez így zavaró lesz. Lehet megfixálnom mindjárt. 3. Kúszószőlő magfürt. Tudom, tudom, ne visíts! Na, már úszok is a felszínre. Mi kell még nekünk? Igen, a kvarc. Hamar, gyorsan. Meg... mi is kell a szkennerhez? Computer chip? Most így hirtelen meg nem mondom. Igen, itt vannak cuccok, amiket hamar, gyorsan be akarok majd szkennelni. Ezért kell a szkennel, mert ahhoz, hogy... tervrajzokat nyiss meg, az kell. Hoppá! Bug van a levegőbe. Igen, szeretjük az ilyet. Áj, az oxigénre nagyon oda kell figyelnem. Ez egy hajszál lesz. Ez egy hajszál lesz. Nem sokon múlva. Igen, az a 45%-nyi oxigén. A tendencia egybevág az Aurora bányászhajó sötét anyag hajtóművében bekövetkező összeomlási folyamattal, amit a becsapódás ereje okozott megfigyelés folyamatán. Folytatása. Igen. Össze fog esni az egész, azt mondja, hogy üveg. Meg szilikon. Én nem implantátumhoz kell. Nem melbeültetéshez, hanem ehhez. Egy túlélőkés, köszönöm. Egy oxigéntartály. Megint csak köszönöm! Az a 75 is kevés lesz, szóval minél hamarabb el akarok jutni odáig, hogy elem. Ó, azt tudok is csinálni. Hoppá! Igen. Vagy őszinte legyek, egyszer már elkezdtem ezt a videót felvenni, csak ugye, mivel hogy a Forel volt oly nedves, akarom mondani kedves, és nem volt valami közreműködő, ezért hát dobni kellett a projektet a picsába. De most remélhetőleg nem lesz semmi gáz. Azt mondja, hogy kellene nekünk egy olyat. Két gombeszt azért még felvennék, mert ha találok még rezet, akkor elemet kell csinálni, mert kell. Hol volt az a... Aha! A másik dolog, amire szükségem lesz, az elemes sikló. Ezért gyorsabban tudunk közlekedni a vízben. Ehhez kellene még egy. Amit remélhetőleg itt a közelben meg is találok. Hol volt az a plac? Hoppá! Igen, minden, szinte mindent be tudsz szkennelni, amit lehetséges. Ezeket meg, hogyha a bubikat, hogyha felveszed, vagyis hát így beleékálsz, akkor visszatérti az oxigént, ami hasznos, akkor nem kell állandóan a felszínre úszkálnod. Oké. Szóval itt egyéb más nem volt. Jó. Hol volt az a sok cucc? Erre? Na. Só. Az is fog kelleni. 3 sót össze kell szednem. Abból lesz magnézium. Az meg fog kelleni ahhoz, hogy egy javító eszközt kreáljak. Hoppá, meg is van. Ez az! Megvan az elemes sikló. Ezt szeressem. Az előzőben nem haladtam ilyen gyorsan. Na jó, felúszok, mert... Na majdnem belerohantam a húgygolyókba. Szemétládák. Ilyen kis asszaszinok, bazd meg. Szerintem nem hagyják élni az embert. Oké. Ha tényleg meg kellene találni ezt a placot, amit az előbb láttam, mert ott volt egy csomó tervrajznak való. Aha, meg hallok egy termálventet is. Egy gejzírt. Az jó, mert oda, ha lerakok egy termálplentet. Egy ilyen... termogenerátort, hogy úgy mondjam.
Mi ez a lag, te jó ég? Ó, arra lesz a prekurzor bázis. Azért lagolsz, te szemétláda. Igen, prekurzorok. Ezek ilyen elődök, vagy hogy nem is tudom, hogy fordították őket igazság szerint. Ó, LED. Az kell lenni fog a radioaktív ruhához. És az a radioaktivitás ellen védő ruhához. Na, nézzünk széjjel. Mi van itt? Az már megvan. Jó. Ide kellett volna eljön, amit van annyi, mint a szemét. Hoppá! Hordozható járműkészítő töredék. Ebben majd meg tudjuk reálni a Seamoth-t. Már megvan. Egyébként, hogyha már olyan tervrajzokat szkennelsz, ami már megvan, akkor titániumot kapsz belőle. Szóval egyből átalakítja a titániummal az egészet. Itt volt a múltkor valami, amit most miért nem adott be? Hogy ez véletlenszerű? Laboratóriumi konténer. Mert ne! Majd, hogyha lesz bázisunk, akkor lesz mivel dekorálni. Egyébként tudom, hogy hol lehet összeszedni a Seamoth darabkáit, úgyhogy oda, amint meg lesz ez. Még egy kéne. Egy! Leszel olyan kedves? Drága játék. De egyébként nem volt drága játék, valami 10 euró körül lehetett. Ami nem sok. Na igen, és esteledik befele, ami nekünk nem poénus. Ugye éjszaka, nem látunk lószart se. Konkrétan. Még kéne az egy. Na jó. Egyelőre nem. Az a baj, hogy így nem fogom látni, hogy milyen, mióta megy a felvétel, hát... Hagyjuk annyiba, hogy gyorsan összeszedem a Seamoth-nak a darabkáit, meg összerakom ezt a siklót. Aztán annyi lesz ez az epizód. Aztán megpróbálom megszerkeszteni, remélhetőleg nem fog baszakodni akkor el vele. Mert PlayStation-vel, ha felveszem, akkor igen, de kipróbáltam. Felvettem Fraps-el egy ilyen pár másodperces videót terába, aztán azt így beraktam. Korábban azzal nem volt problémája, úgyhogy nagyon bízom benne, hogy ez megoldást jelent. Ha meg nem, akkor rábasztam. Akkor majd valamit kitalálok. Mondja, hogy mi kell hozzád? Nem esik. Elem, kenőanyag, rézdrót, titán. Ó! Rézdrótot tudok csinálni? Nem. Az kéne két réz. Meg a rézfaszú bagoly. Na. Adjál rezet! Be akarok rezelni. Kösz! Még egy kell. Nem látok. Komolyan. Nem látok. Na, ott van egy. Rezet adjál, ne titánt! Azért is! Látd egy szemétláda. Titániumból majd kell annyi, mint a fene, mint már mondottam volt. A részből is, meg majd mi az ezüst, abból is kell majd annyi, mint a fene, ugye az ilyen gépesített dolgokhoz, mint mi az már, számítógép, chip, meg ilyesmi, azhoz kell rahedli. Meg ilyen kábelező rendszer. Aha. Az Aurora hajtóműve egyre rosszabb állapotban van. Oda majd el kell látogatni, aminek nem nagyon örülök. Na, ott van egy olyan lény, amit nem szeretek. De viszont ő szeretne megcsúcsálni. Urá! Igen, ezt azért vagdostam meg, mert ez a... Mi ez? Kúszó szőlő minta, ez kelleni fog a radioaktív... ...szúthoz. Elem, akkor három rész kell nekem, meg még csak egy van, mi? Akkor még kell kettő. Gombát raktam el? Igen. Ó, nem voltam hülye. Annyira. Jó van, ne visíts! Meg robbanó halat kell keressek, mert annak meg a... A fészkéből kiszedett por... Lesz majd szükséges ahhoz, hogy meg tudjuk csinálni a javító eszközünket, amivel helyre pofozhatjuk a kis... ...mentőkabinunkat. Egy rész, még kellene egy. Húúúú, oda nem úsznék be, mert fáj. Kissé forró lett a hangulat. Annyi baj legyen.
Igen, itt vannak stalkerek, szóval itt nem nagyon vagyok biztonságban. Meg ott egy vérző, egy véreztető. Á, megvan a rész, ez az. Ott a, mi a... Ó, oké. Már megijedtem, hogy mi a franc úszik a fejem fölött, te jó. Ó, lom, ez az... Jól haladunk, gyerekek, jól haladunk, azt kell mondjam. Ez így jó. Sokkal jobban haladok, mint az előző felvételben, ami nem került publikálásra. Igen, ő az Aurora, szépen néz ki egyébként, majd a robbanást fog tetszeni, mert fel fogom robbanni. Ó, bazd meg, lelőttem a poént, de egy balfasz vagyok. Akkor, most, hogy van cucc... Alapanyag... A rostháló, ez kell. Remélem, csak egy kell belőle. Kell egy kenőanyag. Kell egy részdrót. Meg egy elem. És ez már ki is teszi nekünk az elemes siklót. Helyes! Így szeressen! Na! Most, hogy ez megvan, már csak össze kéne buherálni ennek a hordozható járműkészítőnek az utolsó darabját. Sugárzásáll, rostháló. Kettő kell! Ó, hogy rohadjál meg! Búvárorsó. Az nem kell, sose használtam. Lézervágó. Ja. A gyémánt érnek, majd messzire kell menni. Ó, és ki is nappalodott, gyerekek! Ezt így már szeretem. Mennyit? Ja, már csak egy ilyen bizbasz kell. Ilyen kúszószőlő minta. Az gyorsan össze is szedem. Uaj, bazd meg! A kurva anyád! Hogy az Isten áldjon meg! Hozod rám itt a rossz bajt. Ú, a szívem megállt egy pillanatra. Ú, bocsánat a káromkodásért, gyerekek, de úgy megijedtem, majdnem összeszartam magam. Pedig nem szokásom. Igen, pedig nem horror játékról van szó, könyörgöm, de hát igen, ez a játék ki tudja belőled hozni a legjobbat. Nagyszerű, most már sugárzás ellen is védve vagyunk. Na, merre van az Aurora? Arra van. Akkor nekünk erre kell menni. De ott aztán megtalálom angolul Mobile Vehicle Bay-nek a harmadik darabját is. Úgyhogy no para don't fos. Grassy Plateau, arra mondjuk, hát keresztül kell levickélnem. Itt is vannak érdekes élő lények, szóval az élő világ egyébként valami lenyűgöző, szóval nagyon színes élő állat és növényvilággal rendelkezik a játék. Gyere a papához. Ez mi? Beltéri bioreaktor. Az kell? Na, ahogy látom, van ott egy elemtöltő is. Ó, gyerekek! Megtaláltuk a helyünket. Mi ez? Elemtöltő. Jó van, ezt még beszkennelem, aztán megyek levegőzni. Ja, majd extra elemeket csinálnunk kell, mert ez az elemes sikló, ez zabálja az elemet, mint az állat. Majd meglátjál, de szóval ilyen 10 percenként kell cserélni az elemet, ha arról van szó. Na. Megadod még nekem azt, amit kell? Veszélyes. Hát az nem kell, majd esetleg visszajövök érte, dekorelemekre annyira nem fogok rámenni. Fém hulladék egyelőre nem kell. Hopp, bioreaktor, ez az! És egyébként ez kurva olcsó! Ez nem kell sok minden. Azt mondja, hogy... Ja, a kenőanyag meg 4 titánium, ez ennyi. Aztán az megvan percek alatt. Megvan az elemtöltő is, akkor majd el kell nézzek a... Ja, hogy már... Ja! Ja! Ó, gyerekek! Jól állunk. Ezt már szeressem. Imádom, amikor haladunk a dolgokkal. Itt! Hú, te, ha mindjárt robban az Aurora, akkor lehet nem kéne itt már, itt flangálnom. Itt kellene lennie egy igen, ilyesminek. Hopp, meg is van, amiért jöttünk. Hello, Facebook! Aha! Jézusom! Aha!
Jó, van, hát szedjük össze a cuccokat, gyerekek. Hát nagyon jó haladunk, azt kell mondjam. Már csak a Seamoth-t kéne. Local radiation readings exhibit characteristics consistent with total degradation of the Aurora's dark matter drive core. A quantum detonation will occur with a probability of 85%. Advise observing a 1 km safety range. Hát az körülbelül 30 seconds. Hát az körülbelül ott van, ahol a mentőkabinom is. Oh, ó. Hát! Ja, ó. Itt lesz, amit keresünk. Elméletileg. Legalábbis nagyon bízom benne, mert... Jó, igazság szerint össze tudnám szedni a Seamoth darabjait az Aurorából is, mert ott is megtalálod, mert van egy kis... dokkoló egysége, ahol vannak darabkák, vagy lesznek, de itt... Most mi van? Itt szokott lenni. Most nincs? Azt nem mondta, hogy be kell mennem az Aurorába, majd a felrobban, hogy összeszedjem a Seamoth darabokat, mert akkor beszarok. Konkrétan. Már pedig ezt az epizódot nem nagyon akarnám befejezni, addig még nincs meg. Készletlára, aha. Fogyik az oxigén. Ellen, ez az. Ez kell. Oxygen. Jó. Nagyon jó. Nem, de komolyan, most miért nincs itt? Aha. Szóval itt voltatok ketten, sunyi kis dögök. Nem baj, megspóroltatok nekem egy kis időt a keresgélésre. Oké, hát... nem mi jártunk szerencsével. Mert itt nincs. Viszont ezt a mobile vehicle-beit összekraftolnám, mert szükségünk lesz rá. Merre van a mentőkabin? Arra van. Igen, mondjuk. Aha, megvan a magnéziumnak való is. Na igen, meg a só más egyébre is jó. Ugye tartósított élelmet is tudsz, vagy tudtok csinálni, ami nem fog megromlani, mert ha összeszedsz ilyen halakat, és akkor simán megfőzöd őket a cunderba, akkor az egy idő után megromlik. Na, és még dehidratálódok is. De jó, szomjazik a karakter. Itt sincs. Hello, Seamoth! Mi ez? Aha, te már megvagy. Itt már voltam. Nehé, ja, itt már voltam, oké. De ez jó, hogy kezdésnek megvan a bioreaktor, mert az nagyon jó energiaforrás lesz kezdésnek, majd... hát van más elérhető energiaforrásunk is, igazság szerint. Nézzük csak, hozzád mi kell. Titán öntvény, kenőanyag, energiacella. Aha. Na, magnézium. Mi kell még a Reaper Toolhoz? Bocs, hogyha angolul mondom, igazság szerint, ahhoz vagyok inkább hozzászokott. Ja, hogy minden megvan hozzá! Ó, halljátok, gyerekek! Ezt már szeretem. Na! Igen! De ez miért van? Egy elteszed a siklót, aztán így begörcsöl a csávó keze. Ezért az vicc. Tudjuk. A bounce back. Hoppá! Popcornokat elő, gyerekek! Ez jó lesz! Tetszeni fog, megígérhetem. 3, 2, 1! Júj, de jól néz ki, Istenem! Oh. Egyszerűen imádni való. Repülnek a darabok. Na jó.
Nem raktam el a vizet? Mi az ördög? Na jó, hát én akkor szerintem itt be is fejezném ezt az epizódot. Úgyhogy nagyon szépen köszönöm mindenkinek, aki megnézte, remélem tetszett, hogyha igen, akkor rúgjátok valamba a like-ot, és osztátok is meg a videót, mert nagy segítség lenne a részletekről, és hogyha szeretnétek még több ilyet látni és érdekel a játék, akkor iratkozzatok fel a csatornára. De a legközelebb viszont látásra, sziasztok!